Kedves nézőink, dr. Patkós Józsefet köszöntöm nagy szeretettel a Gemini Televízió stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Én is köszönöm a meghívást. Dr. Patkós József nem ismeretlen az önök számára, hiszen találkozhattak vele, mint kiállító művész a közös nevező sorozatban, megismerkedhettek vele a Becsengettek rovatban, amikor a Jászai Mari Általános Iskola igazgatója volt, több alkalommal nyilatkozott nekünk akkor, amikor a művészeti tanári pozíciójában, rajztanári pozíciójában dolgozott éppen, illetve akkor is nagyon sokszor találkozhattak vele a képernyőn, amikor a Monori Színház megalakult, és az előadásaikról beszélgettünk, ott már nem csak alapító, hanem rendezői mi voltában is. Most arról fogunk beszélgetni, hogy július 14-én este 8 órakor egy újabb darabnak a bemutatójára készülnek itt Monoron a Vigadó dísztermében. Mielőtt mindenre rátérnénk, azért a Monori Színház kapcsán jó néhány előadásban volt része a társulatnak is és önnek is. Picikét elevenítsük fel, és én arra lennék kíváncsi, hogy melyikre a legbüszkébb. Legbüszkébb arra vagyok, hogy sikerült egy olyan közegbe kerülnöm, ami persze nem az én erényem, amelyik egy évtizeden keresztül, vagy egy szűk évtizeden keresztül vevő volt, igényelte azt a tevékenységet, amit művészeti játéknak, vagy éppen színháznak neveztünk el. Tehát volt itt ennek a városnak olyan mindenkori képviselőtestülete, polgármesterei, máig hatolóan olyan tankerületi vezetői, akik ebben értéket láttak, és biztatással azon túlmenően, ahogy a büdzsé engedte, pénzügyi támogatással látták el a törekvéseinket. Voltak pedagógusok, akik azon túlmenően, hogy most a 6. A-ban vagy a 7. B-ben megtartottam az órámat, szülői értekezletet, stb. Ezen túl még volt bennük egy pozitív értelembe vett exhibicionizmus, és jöttek a színpadra. Tehát igazából az egészre vagyok én nagyon büszke. Ami a szakmai oldalt illeti, talán, és ez lehet, hogy aki Monoron színházlátogató volt, éppen furcsálni fogja, de a két személyes lengyel Rozsek darabját, az emigránsokat gondolnám én úgy, hogy talán a legkevesebb szakmai vagy értelmezési hibával sikerült színre vinni, mellesleg két amatőr színész játszotta. Mert ugye, hogy invitáltunk mi rendre professzionista színészeket is. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy büszkeséggel töltheti el az, hogy nem csak Monoron és a környező településeken, hanem külföldön is sikerült előadni magyar lakta vidékeken ezeket a darabokat, vagy legalábbis egyet-kettőt. Igen, sőt, nem is egyet-kettő, tehát a Nagyváradi Szigligeti Színházban kétszer játszottunk, hallottuk, ahogy ment a teltházas közönség haza mosolyogva, és mondják, hogy na hát ezeket meg lehetne máskor is hívni, maguk jöjjenek legközelebb is, és így tovább. Kárpátalján, ugye ma Ukrajna, kétszer játszottunk, Felvidéken, Losoncon egyszer, Losoncon kétszer, Kassán, a Kassa Itália Színházban, legutoljára pedig most két éve, hogy az észak-szlovén Lendváron jöttünk haza. Ott sok tanuló is játszott benne, kollégáim, Belsőci László színésszel együtt. Bő egy év. Olyan időszak van mögöttünk, amikor a vírus jött, ment, egyes hullám, kettes hullám, hármas hullám. Ön szerint mennyire vetette vissza az emberekben a kulturálódásnak a lehetőségét, hogy tényleg az első hullám alatt bizonyára a kedves nézők is emlékeznek rá, hogy mi magunk is propagáltuk, ha kellett, ha nem, a Maradj Otthon projektet, és aztán most én azt hallom azoktól, akik rendszeres színházlátogatók voltak
2019-ben, hogy bizony nagyon-nagyon kevesen merészkednek még be az előadásokra. És akkor itt egy gondolattal rögtön meg is kérdezném azt, hogy vajon mire számít július 14-én? Nem tudom megmondani. Azt tudom mondani, hogy szeretném, ha minél többen eljönnének. Az elmúlt évtizedek alatt megtanultam azt is kezelni, ha sokan jöttek el, az sem könnyű feladat. Azt is, amikor nagyon kevesen jöttek el, az sem könnyű feladat, jó volna. Tehát tudom azt, hogy milyen 8 embernek játszani. Tudom azt, hogy milyen 526-nak, erre utóbbira a Budapesti Thália Színház zsúfolásig megtelt nagy termébe került sor. Tehát visszatérve a kérdésre, remélem, hogy a Vigadóban egy tisztes házunk lesz, ami azt jelenti minimálisan, hogy jó néhány tucat ember, de mindenre fel vagyok készülve. De azért mégis mindent egybevetve pedig inkább derulátó alkatként, én remélem, hogy sokan fognak eljönni. Hát hiszen nem kell Budapestre utazni, hanem csak elég átjönni Monorra, a Vigadóba, majd a részletekről, hogy is lehet jegyhez jutni, illetve milyen feltételekkel lehet bemenni jelen pillanatban az előadásra a beszélgetés végén. És akkor nézzük a prókátorok, ezt a nevet kapta ez a vígjáték? Van benne egy kicsi érzelmi, drámai vonal is esetlegesen? Hát van benne drámai vonal, van benne társadalomkritika, amennyiben is egy román népmese alapján megszületett egy felvonásos, amely román népmese egyébként a múlt század 60-as éveiben Tótfalusi Istvánt is megihlette, és írt egy 4-5 oldalas gyermek színjátszó kis könyvbe egy tréfát. Innét én ezt ismertem, és ebből lett a színdarab. Annak persze van egy háttér oldala, illetve története, ami Dióhéjban, ha szabad elmondani, az úgy hangzik, hogy a Monori Színház jó néhány produkciójában vendégszínészként nálunk megfordult, városunkban megfordult híres színész Pelsőci László egy alkalommal megkérdezett, hogy vajon nézve a Monori díszleteket nem volna kedvem nekem az általa vezetett Új Nemzeti Kamara Színház számára díszletet tervezni. És akkor mondtam, hogy adott esetben beszélhetünk, hogy látjuk, hogy konkrétan miről van szó. Aztán egy alkalommal én bátorkodtam odáig, hogy megkérdezzem, ugyan mit veszít az ember ezzel, és én esetleg az elmúlt évek tapasztalata alapján nálatok nem rendezhetnék egy színdarabot. És ő mondta, hogy most egy beindult év van, ez volt 2 éve, majd meglátjuk, és el is jutottunk odáig, hogy majdnem megláttuk, de amit darabokat én javasoltam, ez azért, mert ez nem magyar szerző volt, ez nem igazából vihető külföldre, Erdélybe, ez esetleg gyerekek számára kevésbé érdekes. No, és akkor mondtam utolsó körként, hogy na most akkor én írnék egyet, ehhez mit szólsz? Na, erre nem tudott más mondani, mint az, hogy megvárjuk. Tehát megvárta, és aztán jelezte, hogy a színház vezetőségének éppen ez a többedik általam javasolt darab, amelyet írtam, ezt nyerte el a tetszését, na és akkor ezt ők színre tűzték, ez az a szituáció, amikor a szerző rendezésében. És díszletezésében. Igen. Arról ne feledkezzünk meg, ugye? Könnyű dolga van, hogyha a díszletről beszélünk, hát hiszen képzőművész.
számtalan kiállításon van túl, még akkor is, hogyha egy tájképről beszélünk egy kiállítás alkalmával. Azért, ha már egyszer az megy, már pedig azt szerintem sokkal nehezebb, mint egy díszletet megrajzolni, és aztán majd valaki kivitelezi. Nem? Nem tudom. Nem tudom. Most az jut első blikre eszembe, hogy nagyon sokat köszönhetek ebben a vonatkozásban. Én egyik nagybátyámnak, akivel 15 éves koromtól kezdve 30-ig jártam a Váci, de nem csupán a Váci Egyházmegye katolikus templomait, és ő díszítő festő volt, és tőle tanultam megfogni az ecsetet, vagy murális műfajba gondolkodni nagy felületekben. És hát persze, később, amikor rajztanár lettem, akkor ahogy adta az időm, igen szorgalmasan próbáltam, mind a mai napig tart ez a folyamat, pótolni az elképesztő hiányosságaimat. Így tehát akkor egy kicsit megtanult az ember évtizedek alatt látni és analizálni és szintetizálni és rajzolni is valamennyire, festeni is valamennyire, hogy aztán legyen olyan vakmerő, hogy azt mondja, hogy elvállal ilyen feladatot. Árulja el nekem, hogy ugye több korszakot is, különböző korszakokat is felöleltek azok a darabok, amik a Monori Színház előadásában megtörténtek, színpadra kerültek és láthatta a néző. A Prókátorok az melyik időszakban játszódik? Mennyire kellett a jelmezzel, mert hogy ez is az ön kezemunkáját, gondolkodását, agyát vette igénybe és jellemzi is, hogy milyen jelmezekre számíthatnak a nézők? Az eredeti tréfa, tehát a román népmese, ez egy-két évszázaddal ezelőtti népies szituációt kell elképzelni. A mi darabunk, amely a Prókátorok címet viseli, ez a 20. század 80-as éveinek Magyarországán játszódik. Egy vidéki kisvárosban. Jelmezek? Jelmezek. Az egyszerű proli ember öltözéke, a korabeli rendőrjárőrnő öltözéke, a korabeli vendéglős és felesége, illetve leányának a akkori divat szerint megjelenése, és egy bírói talárban, és egy ügyvéd polgári öltözékben. Az Új Nemzeti Kamaraszínház előadásában kerül ez színre itt Monoron. Ebben most ugye, ha jól gondolom, akkor nem szerepelnek a Monori Színház színészei. Ugye, jól gondolom? Jól gondolja. Eredetileg egyébként egy kettős produkcióban gondolkodtunk, amennyiben is a Monoriakkal színre vittük volna. Én még azért nem zárom ki 100%-osan, hogy a jövőben például, ha ennek a július 14-én, szerdán este 8 órakor eljátszani szándékozott Prókátoroknak a Monori Vigadóban mondjuk sikere lesz, vagy bármiféle biztatást kapunk a folytatásra, akkor lehet, hogy még lesz ilyen, akár kettős előadás is belőle, amennyiben is az volt az elképzelésünk, hogy a Monori amatőr színészekkel egy általános iskolai tanuló címszereplésével itt két részben játszva a darabot, először játsszuk az eredeti tréfát, majd pedig mondjuk ennek nyomán keletkező átiratot. De a járványhelyzet, főképpen a járványhelyzet egy idő után beláttatta velünk, hogy ez most nem fog menni, és vannak dolgok, amiket ki lehet az élettől forszírozni, csak az ember később rájön, hogy nem volt értelme, és nincs igazán öröm benne, és úgy éreztem, hogy azt a vonalat pillanatnyilag legalábbis szüneteltetni kell. Nagyon sajnálom egyébként. Megérdemelték volna azok a szereplők, köztük pedagógus kollégáim, hogy színpadra lépjenek,
De imáimban kiszoktam térni erre a helyzetre, amennyiben is nagyon szeretném, hogyha bármely formában, de úgymond kártalanítani tudnám őket, kárpótolni tudnám őket. Hát azért szerintem most már lassan lesz mindenre is lehetőség. Reméljük. Beszéljünk egy picikét arról, ugye azt már említettük, hogy vígjátékról, pici drámáról beszélek már félre ebben a nagy melegben, is megjelenik. Milyen időtartamban fogja ezt szórakoztatni azokat, akik megveszik a jegyet, és oda mennek, és élvezhetik újra a Monori színházi előadásokat, még ha nem is a Monori színészek játszanak benne, és hát persze beszéljünk mindenféleképpen a szereposztásról is. Ez egy 55 perces darab, azért tudom, mert a múlt év szeptember 18-án eljutottunk odáig az új Nemzeti Kamara Színház színtársulatával, és utalt szerkesztőasszony is erre korábban. Egytől egyig professzionista színészek játsszák a darabot. Tehát megmértük, ennyi idő. A darab megnyerte a tetszését egy olyan színházi szakembernek, aki etalon a magyar művészeti életben, Bereményi Géza. A egykori Cseh Tomás dalok szövegírója, rengeteg állami díjjal kitüntetett szerző, író, költő és így tovább, és egy alkalommal összetalálkoztam vele, megkértem őt, hogy olvassa már el ezt a darabot. Akkor fogtunk körülbelül hozzá az Új Nemzeti Kamara Színház társulatával a darab begyakorlásához, és én mondtam, hogy ha annyira veszélyesnek tartja, hogy nincs mit hozzászólni, akkor mondja meg neki mélyen, ha van javítani való, akkor tegye meg, hogy azokat nekem elmondja. És akkor egy két hét múlva újból találkoztunk, mondta, hogy most jó szívvel mondja, mert az ilyen felkérések így is, meg úgy is el tudnak sülni, de ez így fogalmazott, hogy ez engem elvarázsolt. Ez így, ahogy van, ez nagyon jó, arra hívom fel a figyelmüket összesen csak, hogy aztán tiszta szívből és nagyon jó kedvűen játsszák. Mondtam, hogy jöjjön el egyik-másik próbára, azt mondta, hogy nem, amikor kész van, akkor eljön. No, én remélem, a járvány miatt a szeptemberi bemutatóra nem tudott eljönni, de remélem, hogy Monorra el fog jönni, és... Reméljük a legjobbakat. Igen. Azért ez mégiscsak egy nagy dolog lenne, hogyha igen, a készet is láthatná, nem? Igen, igen. Sőt, tehát még akkor arra is tett egy tétova ígéretet, hogy talán majd további előadásoknak a szervezésére vonatkozóan lesz ötlete, vagy segítő szándéka, stb. De ne szaladjunk ennyire a dolgok. Így van, legyen meg a Monori előadás, legyen igen, óriási siker, és akkor a szereplőkről is essen szó. Ugye több alkalommal került már szóba Pelsőci László, aki a Monori Színház több darabjában is játszotta a profi szerepet, például a Kokáért Molnár Zsuzsával. Igen, ez volt a Tűvétevők. Így van. Aztán később a Hans Sachs komédiákban játszott nagyon sok alkalommal. Legutoljára a Kiskondás című mesejátékban. Szégyellem a felkészületlenségemet, mert szeretek statisztikákban gondolkodni, de nem tudok pontosat mondani, de hogy tucatnál többször fordult meg Monoron, és legalább ennyiszer tartott velünk a Monor hírét cipelve a világba, az biztos. Tehát, na, milyen szerepet kapott Laci? Laci egy, ő maga mondta, hogy azt szeretné, hogyha a kollégái vinnék, kapnák a fontosabb szerepeket, és azt mondta, hogy neki a legegyszerűbb kis szerep is megfelel, így, tehát ő foglalja keretbe a játékot, tehát ha valaki nem ismerné meg,
az egykori István a királyt, mert mégiscsak a 80-as évek derekán forgatták azt Pelsőci László címszereplésével, akkor ugye ő Misi bácsi a részeges állandó vendég, a munkás, aki önhibáján kívül végig konstatálja, hallgatja a történéseket. Tehát ha nem tetszenek megismerni, akkor sincsen semmi baj, mert hallás alapján is meg lesz, szerintem eléggé karakteres hangja van. Nagyon szerény volt ebben az esetben is, megjegyzem, hogy a monori próbáink során mindannyiszor, tehát ő volt az, aki tudta, nem hogy a X vagy Y szerepet játszó tanárnő vagy tanítónő nevét, de a iskola portását keresztnevén szólította, és nagyon, nagyon kedveltük, illetve kedveljük mind a mai napig. Hihetetlenül most a többi közvetlen ember egyébként. Igen. Nekünk is olyan boldogan adott interjút minden alkalommal, amikor megkerestük, hogy igazán már-már ilyen baráti hátveregetésig is el tudtunk volna jutni, egy kicsit nem figyelünk oda. Ami pedig a színtársul, a többi tagját illeti, szerette volna, hogyha Luca leánya, aki a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végzett professzionista színész, ő is játszik, erre sor is került. Még akkor is, hogyha Monoron, ha itt lesz, akkor a nézőtéren láthatjuk őt legfeljebb, mert időközben a londoni Globe színház színpadáról küld magáról képeket, és ott képzi magát tovább. Viszont helyette lesz egy egykori évfolyamtársa, szintén Marosvásárhelyről. Aztán meg kell említenem a harmadik erdélyi képzettségű, végzettségű színészt, aki a bíró szerepét játsza, András Gedeon, és Szekeres Tündének hívják a Pelsőci Luca szerepét átvevő színésznőt, aki a fogadós és a fogadósné leányát játsza. Aztán egy Szabó Gyula Győző nevű színész játsza a Kabzsi Kocsmárost. Péter Karola, egy gyönyörű, orgánumú, viharos temperamentumú, széparcú színésznő pedig a feleségét. Kit nem említettem még, Bor László, a fogadóba betérő, tisztességes korábbi adósságát a mai napon megadni szándékozó utas, az úr átutazó, egy hát kisfiú, aki cipeli utána a kópferjét, és a városka rendőrnője, Kovács Éva Rebeka, még a kisfiút pedig Básti Andrea, a Budapesti József Attila Színház felvidéki származású színésznője alakítja. Azt hiszem mindannyian megvolt a 9 szereplős, durván egy órás vígjátékról beszélgettünk. Még van valaki? Ez nem a maga hibája. Kimaradt Illés Dani. Igen. Illés Dániel formálja meg nagyon kedvemre valóan a Kabzsi hivatásos profi ügyvéd szerepét, aki kellően rafinált és szakmailag felkészült is, de nem akarom a történetet teljes mértékben. A történetet semmiképpen nem fogjuk elmondani, mert hogy ezért kell elmenni majd a Vigadóba. De miért érdemes megnézni ezt a darabot? Azért érdemes megnézni, mert hiszem, remélem, hogy egy felszabadult légkörben, egy derűs egy óra keretében talán kilukadhatunk oda,
hogy a világ tele van kabzsi, minket becsapni szándékozó huncut, ravasz, rossz és gonosz emberrel, de talán mégiscsak van alternatíva, van az események előtt egy olyan kifutási, megoldási lehetőség, amikor a rossz elnyeri méltó büntetését, miként a típusos népmesei cselekményszövés végén ez nem egy alkalommal így alakult. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk, és tudtunk beszélgetni ezekről a dolgokról. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy tényleg megengedik majd a szabályok, hogy mindannyian, akik ott akarnak lenni, ott szeretnének lenni, azok ott is legyenek. További jó felkészülést kívánok ehhez. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, tehát akkor ami a legfontosabb, 2021. július 14-én, egy gyönyörű szép, remélhetőleg gyönyörű szép szerdai estén, 8 órakor kezdődik a Prókátorok bírósági vígjáték, 55 perc, 1 órás időtartamba, de lehet, hogy lesz ez 1 óra 10 perces is, ha önöknek tetszett, és a visszatapsokkal vissza tudják még hívni a művészeket. Az Új Nemzeti Kamara Színház tagjai fogják előadni, a jól ismert Belsőci Lászlóval, aki már több alkalommal járt Monoron. Azt hiszem, hogy minden fontosat elmondtam, és akkor ezután jönnek majd a kormányrendelet alapján ezek a jelenlegi szabályozás értelmében. Hanzelik Andrea ügyvezetővel egyeztettem a felvétel előtt, hogy mégis milyen szabályok vonatkoznak az előadás megtekintésére. Per pillanat védettségi igazolvánnyal mehetnek csak be. A hétvégén viszont úgy tűnik, hogy változhatnak ezek a szabályozások. Így Andi is és én is arra kérem önöket, hogy a Vigadó Kft. Honlapját mindenképpen nézzék meg. Ott megtalálhatják az összes létező elérhetőségüket, és valamelyiken, akár telefonszámon, akár e-mailben nyugodtan keressék meg őket, és mindig az adott napra kész információval tudnak ebben a kérdésben tájékozódni. Én most megköszönöm az önök figyelmét, a Gemini Televízió műsorát már is folytatjuk, és akkor július 14-én pedig találkozunk élőben is.